erősíteni a képviseletét a Szilágy megyei tanácsban, illetve a helyi önkormányzatokban is az RMDS. Ezt a célt szolgálja az a kampánykörút, amelynek során a jelöltek felkeresik a megye magyarok lakta településeit. Az Ilahi RMDS székházában egyeztetnek a szövetség megyei szintű vezető politikusai és jelöltjei. Seres Dénes, a megyei szervezet elnöke úgy véli, az előző mandátumban is azzal sikerült eredményeket elérni, hogy erős képviselete volt a magyarságnak az önkormányzatokban. Erre pedig a továbbiakban is szükség lesz. Mindenki nyilvánítsa ki a véleményét, álljunk a jelölteink, hiszen mi jelöltük őket a közösségeink élére, és hogy meg is szavazunk őket, hogy négy éven keresztül aztán a mi érdekeinket, a mi megvalósításainkat próbálják felmutatni, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy úgy most a kampányban, majd a mandátum ide alatt és a mandátum befejezésekor szembenézzünk azokkal az emberekkel, akinek az érdekeit képviseljük. Minden magyar Szilágy megyei embert arra kérem, hogy szavazzon az RMDS jelöltjére. Az RMDS megyei tanácsi jelölt listáját Szirágyi Róbert vezeti, aki egyben a szövetség megyei tanácselnök jelöltje is. Elmondta, jelenleg 7 RMDS-es tagja van a Szilágy megyei tanácsnak, idén azonban lehetőséget látnak arra, hogy több magyar jusson be a megyei önkormányzatba. Egy nagyon jól működő csapattal nagyon sok eredményt lehet elérni. Ezért nagyon fontos, hogy úgy a megyetanácsban minél többen leszünk, annál erősebbek leszünk a megyetanácsban, annál jobban fogjuk tudni képviselni a szilágysági magyarok érdekeit. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen az elmúlt években is csak is ezért tudtunk eredményeket felmutatni egész megye szinten, hiszen a román politikum sose tudott megkerülni bennünket. A politikus vezette kampánystáb több településre ellátogatott, ahol személyesen keresték fel a potenciális szavazókat. A magyar többségi lakossággal rendelkező Krasznán megtekintették azokat a megvalósításokat, amelyek az RMDS-es polgármester mandátuma alatt létesültek. Ezek után Szilágy-Sámsont, Szilágy-Nagyfalu és Szilágy-Perecsen községekbe látogattak el, utóbbiban a hamarosan leaszfaltozásra kerülő hagymaföldekre vezető utat vették szemügyre.